Nyári kánikulától mentes, jéghideg gőzökben gazdag szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, szervusz Charlie. Jó reggelt kívánok. Milyen jó reggelt, délután 6 óra is elmúlt már. A szagám az folytatódott a múlt hétről, úgyhogy... Miért nem mosakodta? Mosakodta. Mosakodta, hogy, de folytatódott a szagád. Igen, nem a szagom, a szagám. Ja, oké. Úgyhogy éjszakás voltam, aztán az autót elvittem szervizbe, aztán hazajöttem, aztán elmentem az orvoshoz, de előtte aludtam egy nagyon durva 1 órát, úgyhogy aztán hazajöttem, és itt a tévé előtt egy picit elszúnyadtam adás fölvétel előtt, az még 1 óra volt körülbelül, úgyhogy ennyi volt nekem a mai pihenés, úgyhogy most is elhívok. Azt nem hiszem el. Ja. Úgyhogy ez van. Holnap meg irány team building, és még össze kéne rá pakolni, meg vásárolgatni mindenféle dolgokat. Azért pozitív irányba mozdult el, mert fölbírták kelni. Tehát én nem tudom, mi ez a negatív, hogy folytatódott a szagád? Milyen szagád folytatódott, baszki? Dolgoztál, állsz, jársz, kelsz, hát, mit szeretnél? Mit szeretnél még az élettől? Dallas kóla, ingyen chips. Tehát ez nem olyan járás, mint előtte, hanem tudod, ez a fölkelsz, és akkor mész egy ilyen 40-50 métert, mint a tojógalamb, és az alatt egy picit annyira megnyújtod a gerincet, hogy már majdnem egyenesen tudsz járni. Na, itt tartok most én, tehát ne képzeljünk bele túl sokat, hogy itt most már 110 méteres gátat futok. Azért ezt így bemoziztam, tudod, mint az elfekvő osztályon 90 évesen teleszart gatyával a folyosón araszolgat a bácsi a WC irányába, és már annyira reménytelen a helyzet, hogy látszik, hogy már becsúszott a fele. Ja, Istenem, de szép is. Igen, hát nekem a szépségről egész más gondolataim vannak. Hát ezek az esztétikai korlátok, amiket egyszer majd át fogsz lépni az idő előre haladtával. Na mesélj, mi történt veled? Hú, hát... egyrészt körülöttem hullanak az emberek. Meghalt a szomszédom még a múlt héten, mikor jöttem ki előtte, és tegnap volt a temetése. Sajnos nem tudtam ott lenni, mert hogy itt vagyok kint. Ez az egyik, tehát tudod, amikor így elkezded érezni, hogy úristen, most már így ott állsz valahol a sorba, csak nem tudod, hogy az elején vagy a végén. Igen, ez a halál csókja. Igen. És én is ezt szeretném magamnak, tehát így nyírod a füvet, leülsz, azt 5 perc múlva vége. Tehát, hogy így ne kilódjon veled senki, meg nem szeretném, hogyha... évekig ápolgatnának, vagy még csak akár hetekig, vagy hónapokig is. Úgyhogy Isten nyugosztalja Sípos Gyurit. Innen is volt Kisteleki főerdészt, aki csak úgy szólított mindig az utcán, hogy mi újság van, professzor úr, mert hogy a számítógépeit mindig én tartottam karba. Doktore. Hát Dottore, igen. De hát sajnos az élet ilyen, hogy hál' Istennek nem tudjuk, hogy mikor jön, és mikor megy. A másik pedig az, hogy ugye te is megosztottad, bár én ezt annyira nem vertem nagy dobra, mert nyilvánvalóan folyamatosan dolgozok még mindig a háttérbe, de Végre megnyitott a Blöszcig vasárnap, illetve szombat este engedtük el, és akkor még tudod, ilyen teszt üzemmód volt, hogy akkor most nézzünk egy bejelentkezést, most nézzünk egy új felhasználó fölvételt, salala, és mindig találsz valami hibát. Baromi sok termék, nagyon sokat úgy hoztál létre, hogy másoltál egy előzőt, azt átírtad, de elfelejtetted átírni az ízét, a méretét, a palack, nem tudom én, tehát borzasztó sok kilódás volt vele, és még mindig találok ilyen kis hibákat, amik nyilván nem lényegre törőek, csak hogy elgépelés, ezt lehet, hogy újra kéne fogalmazni, stb. Van Pilvax, ami ugye egy... ezt nem így akartam mondani. Oké. De ez korlátozott példányszámú, tehát 107 üveggel sikerült újra lekeverni. Senki nem fogja ugyanazt érezni, mint a régi Pilvaxnál, mert nyilván ez egy friss keverés, tehát nyugodtan lehet spájzolni, és majd mit tudom én, egy 2-3 hét, egy hónap után megint kóstolgatni, és akkor mindig valami új ízek fognak előjönni. Csak annyit a hatásáról, hogy amíg kevertük, a kolléganők kimentek. Tehát így mondták, hogy ők inkább napoznának, vagy ölelkeznének a medvével, de hogy ők nem nagyon akarnak itt most bent lenni, amikor keverjük a likvidet. És hát megjöttek az első megrendelések. A figyelmeztetés ellenére sajnos még mindig van, aki belefut ebbe a zsákutcába, hogy próbál nikotinos likvidet rendelni. De azokat én személyesen fölhívom, és megkérdezem, hogy akkor mi legyen a megrendelésükkel, kivegyük a nikotinost, illetve töröljük a megrendelésüket, és újra átgondolják, hogy mit szeretnének, mert hát sajnos ilyen kegyetlen a törvény és a valóság, hogy nem postázhatunk Magyarországra nikotinos likvidet a jövedéki törvény értelmében sem. Na hát ennyi volt, és így most már egy picit kezdek magamhoz térni, tehát hol áll a fejem már úgy nagyjából irányba van. Na hát ennek igazán örülök. Egyébként én sejtem, hogy ki volt az, aki egy nagyobb mennyiségű Pilvaxot rendelés formájában leadott. T-gyuszma fiatal korú bűnelkövető, aki csak annyit kommentelt az ecigi teszteken, mikor kiírtam, hogy megnyitott, hogy 2 szó. Van Pilvax. De én is osztom az álláspontjukat a kolléganőidnek, hogy jó az a Pilvax, csak ne velem egy légtérbe legyen. Igen. Tehát nem biztos, hogy így 24 órát pörgetnéd, érted, a hálószobába, mondjuk egy ilyen fél literes kondérba. Ezt úgy elképzeltem. Jaj. Tehát, szóval de jó indult az első nap, tehát nyilván az újdonság ereje, de igazán nincs még sehol sem propagálva, hirdetve, majd látjuk, hogy mi van. 101 néhány saját gyártású termék van fönt, azért az igen nagy szám mindenféleképpen, főleg, hogy a saját likvideid vannak fönn, és akkor ez mindegyiket ellenőrizni, van 50-es, 100-as, az eszenciából sikerült, abból nem, hát csak eszenciából van 50-60, már most nem tudom tényleg, hogy hol tartunk, de sok. Nekem legalábbis sok volt legyártani is, meg megírni, föltenni. Na, mindegy, nem is akarom ezt az utolsó pár hetemet ecsetelni ebből a szempontból, mert számítógépet látok, rosszul vagyok. Azt tegyük hozzá, hogy Beszéltünk a múltkori adás, ugye kicsit a nikotinsóra térjünk vissza, de előtte még annyi jó hírem van, hát neked aztán mennyire jó hír, nem tudom. De annyira vártam a pododat, ami nem tudtam várni addig, amíg találkozunk, ugye, hogy induljon a road trip Las Vegas helyett. Igen, Kelet-Európa, Las Vegas a Varsóba, igen. Igen, a Rockstar találkozóra, hogy nézegettem, mert tudod, beszéltük, hogy kéne pod, milyen pod, izépod, hozépod, olyat keresek, az majdnem olyan, de nem olyan. Na, és végre megtaláltam azt, ami már sokszor szembe jött velem, de most manifestálódott is webshopban. Jött a következő drámatagozat, hogyha rákerestem a nevére, akkor mindenhol készségesen földobták, hogy itt is van, csak Tucson, Kalifornia, Texas, Washington, és a bazd meg a tököm az összes államba. Úgyhogy nagy-nagy nehezen azt a céget végül is megtaláltam, akik küldtek nekem annó leves tesztelni a sokat, ugye az amerikai leveseket ők küldték a Vape Club-tól, .co.uk, tehát a Szigetországon leledzenek, és nem is volt olyan vészes az ára, azt mondom, mert ez a Mi Pod nevezetű cucmák, és az eszközhöz van csomagolva két cartridge, hogy nevezzük ezt magyarul? Ugye előre töltött, ha jó sejtem. Nem. Hát akkor csak simán hív tanknak. Jó, 2 millis kapszula, patron, tank, faszom, akármi. És vettem hozzá még 2-t, hogy hát mit tudom én, 2-3 hétig bírja ez a cucmák, akkor legyen egy kis puffer benne, márhogy a rendelés ügyileg. Azt tudom, hogy a 2 kis cartridge az volt 7,40 körül talán összesen, és összesen fizettem talán ilyen, hát forintban talán 18 000 forint környékét. Ezért a comboért, tehát egy eszköz 4 kis cartridge-al, és az ide fog érni jövő hét közepére? Muszáj lesz neki, mert egyébként Európára 2-4 napot mondtak, és a trekkingben is úgy látom, hogy erősen csapatják a Royal Mail-nek. De aha. Hogyha egy hét, az is jó, mert ugye én ezt tegnap előtt adtam, tehát vasárnap adtam le, ők hétfőn már föladták. És ez szerintem tudod, ez úgy lesz, hogy mert amikor ők küldtek nekem csomagot, akkor GLS-sel jött, tehát ez nem ilyen átadom a postának, aztán imádkozok, hanem normális futárszolgálat, tehát még ha jövő hét közepére érkezik meg, az is jó lehet. Úgyhogy nézegettem én róla a videókat, jókat mondtak róla, már csak kéne a 50-50-es nikotinsós leveském tőled, úgyhogy... Ismerek valakit, aki tud ilyet, igen. Láttál igen. Már olyat, aki találkozott már olyannak. Igen. Úgyhogy mindenféleképpen egy olyan jó 10 milli... Nem tudom. És valami... melyik színt vetted, Charlie? Hát természetesnek vélnéd azt feltételezni, hogy a limited edition piros, de nem, mert nem. Bazárinak tűnt, és mert az ilyen digitál anyám kínja fantázia név, tehát nem egy ilyen sima, hanem ilyen, mint a Matrixban, ilyen mindenféle vonalak vannak benne rajta. Úgyhogy hagytam a picsába, tudod, a fekete mindenhez megy, az megy a fehérhez, megy a feketéhez, megy mindenhez. Mert ugye láttam, hogy ennek van egy ilyen kis akasztókája is, amit mit tudom is én, nyakpántra, ez tényleg olyan, mint régen a 6. Viszek hozzá nyakpántot neked, De nem hiszed el, hogy itt az adásnak a metadatája, amit én mindig átírkálok, a title 150 közönségtalálkozó és nyakpánt. Ez volt az adás cím, és mindig ezt frissítgetem. Ja, úgyhogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy annak is pont tök jó lesz, hogy így tudod, így lifeg a melkasodon, és azért hát nem egy provari lifegot, hanem egy ilyen kis fiszánfaszom apróság. De természetesen a tiéd is várom nagy szeretettel, mert én úgy láttam egyébként, hogy ez nem olyan, tehát ez föntről szív, és ahogy néztem, ez ilyen kis ponthegesztett valami, tehát jó magyar szokás szerint szét fogom szedni, vagy megpróbálom majd szedni, igen. A cuccos, de ha újra tudod tekerni. Igen, csak épp azt akarnám mondani, hogy ez olyan nekem, tudod, mint hogyha, mert apró kis tekerés egy pár centis wattával, tehát az nem lenne egy trúváj, de szerintem ez pont hegesztve van oda a lábaihoz. És azzal meg hát, így. Mint ahogy régen így működött minden. Tehát nem odaszorították a pozitív, meg a negatív. Emlékszem, amikor régen még ilyet lehetett venni, hogy nem ám csak úgy készen vetted az NRR húzalt, hanem volt ehhez ilyen kis... Volt, aki számolgatott, és a saját tápjával megküldve összehegeztette, meg volt olyan eszköz, amit a hülye gyerekeknek találtak ki, hogy a két krokodil csipesszel a két drótot megfogtad, összeérintetted az NR meg az R húzalt, és akkor ott pak! Egy ponton összehegett. Pont heggesztett lett a, igen. húzalad. Hogyne. Igen, szóval ha emlékszel rá, a valamelyik görög kazánhoz kimondottan ilyen húzalt kellett használni, mert hosszú volt. Hát a GG kazánokhoz. A GG, mert hosszú volt a levezető. Hát a kerámiacsészés. Szóval a kerámiacsészés, így van. Sőt, még én a izébe használtam a billetboxba, ugye nekem Atmistik volt magában a tankban, és ott is ilyen NR. Hát fönn még ott a portfólióm 1-2, 1-3, 1-5, 1-7, 1-9, 2-9, 3 ómos NRR húzal kupac. Mindegyikből 100 darab természetesen, tehát ez unokáink is látni fogják. És szóval fognak ilyennel tekerni mellé. Ja. Úgyhogy az jó lenne, hogyha tudnál valami ilyen ebbe rakható lekvidet hozni. Intézek, Charlie. Figyelj, a Málna ügyben lett valami varázslatod, vagy az még mindig olyan, hogy szó-szó? Hát a Málna az még mindig keresi a gazdát, de ha egyszer meg lesz, Charlie, az úristen. Jó, hát akkor nektarin... Most a Bolero italpórral próbálkozom, jövő héten meg azt hiszem valamelyik ilyen szörpöt próbálom meg belekeverni. Az jó, az én úgy hallottam, hogy az jó. De hát most már annyira túlromázzák a likvideket, érted? Így is úgy is kokszol, nem tök mindegy, mit raksz bele. Igen, hát ezeknél a kazánoknál azért lényegesen könnyebben és hamarabb el tud kokszolódni, ez nem olyan, hogy szétszedi az ember, azt lefújja vagy leégeti róla, úgyhogy azért... Kíváncsi leszek az ízekre, mert én még, és mindenki kövezzem meg, hogyha úgy gondolja, hogy nincs igazam, de én még mindig azt a régi CE-2-es kazánt tartom az egyik legjobb ízű kazán. Hallod, nem fogod elhinni, de szembe jött velem. Hát egy CE-4, de ez a Gearbestben a new itemek között. Hát mondom, itt mi van? Valaki felrakott egyébként azt hiszem a Hellfire csoportba egy képet, dupla tekeréses, tehát már nem is csak a single, dual coilis üvegszálas Vivi Nova. És odaírta, hogy nem tudom, ki emlékszik rá. És ott, hát ez az. Tudod, mikor egy kulák csoportban ilyeneket olvasol, hogy Vivi Nova! Vivi Nova, úristen! Úristen! Ja. Vagy a kóstolókazánnak használt... LR510. Istenem! Tehát azok micsoda... LR a maga már 1,3 ómos LR-ségével. Igen, az már ilyen ultra LR. Vigyázz vele, 1,3, jaj. Keresztetve. Nehogy égessen. Istenem. Hát igen, ezek voltak a szép idők. Úgyhogy okay. Ez van, megpróbálok egyébként majd írni nekik levelet, hogy esetleg nem tudnék-e valami, mert most természetesen ezt bementem a shopba, beraktam a kosárba, azt megvettem, de majd próbálok nekik levelet írni, hogy nem lehet esetleg valami, mit tudom is én, kupont ki eszközölni, hogyha magyarok rendelnének, vagy rajtunk keresztül rendelnének úgy, hogy mit tudom is én, a mi linkünkön, és beírja azt oda kommentbe, hogy kuponkód, mit tudom is én, Párásító, vagy tököm tudja, akkor kapjon valami kedvezményt, de hát ez közel se biztos, hogy bármi lesz ezzel kapcsolatban, csak pedig, bocsánat, megint ásítok. Milyen egészségedre milyen hasznos lenne egyébként? Mert itthon ennyi időre akartál csak visszatérni a nikotinsóra, vagy volt valami nem. Más nem, hogyha valami benned maradt ezzel kapcsolatban, vagy visszajutott hozzád esetleg olyan kérdés, ami úgy gondolod, hogy említésre... A nikotinsó ügyben, amit szerintem el lehetett erről a dologról mondani, ezt azért nagyjából elmondtuk, de igazából azt reményeljük többen is, hogy azok a dohányosok, akik többször nekifutottak az e-cigarettának, és mondjuk valamiért nem tetszett nekik, mert hogy nem verte őket fejbe egyből, és nem érezték azt a fajta hatást, amit a hagyományos cigarettá használatával éreznek, azoknak mindenféleképpen azt kell majd javasolni, hogy a nikotinsós készítményeket próbálják ki, mondjuk egy 20 mg-os nikotinsóval, egy pici modot, nem egy nagy befektetés. Azt hittem, azt mondod, hogy nem egy nagy dripkazánt, mert abból jó nem fog kisülni. Ja nem, tehát ez kimondottan egy podkazánnal, kicsi is, jó pofa is, próbálják ki, és hogyha én bízom benne egyébként, hogy ezek az emberek is át tudnak billenni a kritikus részen, és az e-cigaretta használók között üdvözölhetjük őket. Illetve a másik ilyen célcsoportom a kettős fölhasználók, akik szívnak még ez mellett cigit is, mert mondjuk a munkahelyen nem lehet rágyújtani, ott stikába elgőzölögnek, hazafele elszív egy-két szálat, otthon megint gőzöl, mert hát anya kiutálja a lakásból, salala, és szerintem ez nekik is. Én ezt egy picit ilyen megváltásnak gondolom, meg az utóbbi idők egyik legnagyobb innovációjának, de majd az idő eldönti, tudod, majd meglátjuk. Hát szerintem ez a 21. század új szexije, mert hogy szerintem baromi szexi a dolog, és egyébként annyira nem is lehet, hogy mondjam neked, fellángolás, vagy gagyiság, vagy tehát a Mi Podnál is például van egy Grimm Green Edition, ugye Grimm Green-t ismerjük, ő egy amerikai reviewer, és azért Grimm Green Edition, mert barom, ott mint a zöld lámpás, olyan zöld maga a pod is, és igen, rajta is igen, van még a Green-nek a logója, úgyhogy pedig aztán ő is egy ilyen agyonvart, nyakán kitetovált Star Wars őrült, aztán látod... Mi Pod Grimm Green Edition. Úgy bizony. Kizárólagos. Igen, és itt az Edition-t azt úgy értsük, hogy 800 forinttal drágább. Igen. 2 fonttal kerül többe. Na. Nem vág senkit a földre. Nem, csak... egyébként abszolút nem csúnya. Tehát én egy amerikai oldalt nézek, ahol a Smoking Vaport nézem, és tehát nekem ez tetszik, én ezt akár be is neveznék erre. Jó pofa, most látom az akaszt, vagy a nyakpánt részét, nagyon kis fincsi. És van rajta, tán még azt hiszem, hogy valamiféle zsebzár is, vagy mi a szent szar. Sőt, ha jól emlékszem, mert annyi podot néztem mostanában, hogy ha kihúzza az ember a cartridge-ot és rádugja a töltőt, akkor az érintkezőnél belül van egy pici LED, és az jelez vissza, hogy mennyire van föltöltve, vagy tölte, vagy föltöltődötte. Tehát nem csak ilyen buta, hogy rádugom, aztán várok 15 órát, hanem van olyan visszajelzés, mint annó az old school cuccokban. Mindenféleképpen jó pofa termék. És de nem olyan nem hosszú, de pici, de lapos, de aksi, de belefér. Kocka, Charlie. Kocka. Szerintem kocka. Ez ilyen 3 ujjnyi magas az egész, tehát olyan jól elfér szerintem a kézben, ez, és még az inkzsebet se húzza le. Így van. Na, viszont nekem van egy jó pofa sztorim, hogyha lehet ilyet mondani, egy múlt adásban elhangzott apró megjegyzésedről, beszólásodról, észrevételedről. Igen. Nem tudom, láttad a show notes-ot, mert hogy beírtam. Olvastam, igen, csak nem derült ki belőle sok minden. Hogy mi? Hát igen, mert láttam, hogy regisztráltál. Szerettem volna, hogy ezt így kicsit kibontom ezt a történetet. Egyrészt okulásként Krisztián még mindig fönt van a hát nem indította újra a gépet. Nem indította újra. Tehát a kedves hallgatóink, Krisztián ebben az adásban sem indította újra a gépét. Hát nem, az előző adás óta sem, így mondja. Sem az indította. Ettett felőle. Igen, tehát ezt így mindig megjegyezzük. Csörgött a telefonom. Fölvettem, egy barátságos úriember hívott föl, akivel én más ügyből kifolyólag többször beszéltem már egyébként. A hangja ismerős volt, a neve is ismerős volt, hirtelen nem tudtam hova tenni, és mondja nekem, hogy ne haragudjak, de már neki nincs kedve a Párásító Facebook oldalán írkálni a hozzászólásokhoz, hogy ez az ember, aki ezt a megjegyzést tett, ugye tudjuk, hogy tudjuk ki, illetve nem tudjuk ki, de nem is érdekes, tehát a személy aztán abszolút nem érdekes. De hogy volt egy ember, aki úgy invitált meg egy fórumra mindenkit, hogy Fifika és Kulák követői kíméljenek, valami ilyesmi. Volt és egyéb nagyarcú. És egyéb nagyarcúak kímélnek. Na most ez az ember, aki ezt a bejegyzést írta, nem tagja a fórumnak. 2, senki nem kérte meg rá, hogy ilyen módon invitálja meg a fórumra az esetleges tagokat. 3 pedig éppen mielőtt ez a botrányot kitört, 4-en, akik ezt a fórumot alakították, arról beszélgettek, hogy megkeresnek téged, megkeresik Blackit, talán Blackit meg is keresték már addigra, és nyilván, mint ami minden fórumnál előjön előbb-utóbb, ugye szerettek volna egy tudásbázist fölépíteni a fórumon belül, és hogy ehhez kapcsolódva szerettek volna velem is, veled is, Blackivel is beszélni, csak hát ezek után meg iszonyatosan szarul jött volna ki, érted a beszélgetés, hogy hát figyelj ide, igaz ugyan, hogy azt írtuk, hogy ti meg a követőitek, de nem ők írták. Tehát, persze, értem. Hogy egy ilyen állati domár, mert tényleg nem tudok rá mit mondani, hogy meg tudja keverni a szart, és milyen téves képzeteket tud az emberben hagyni, az most ebből a kis apró történetből rettentő jól lejött. És én be is regisztráltam a fórumra, fölnéztem, hát ilyen 101 néhány tag, tehát tényleg egy hogy mondjam, tehát beszélgetésre, stílusra, hangulatra, majdnem olyan, mint a Fekete Fórum kezdeti szakasza, amikor tényleg csak az értelmes, egyforma törekvések mentén gondolkodó emberek normális párbeszédje, esetenként vitája folyt, de az mindig egyfajta mederbe maradt, és nem csapott át a személyeskedés sekélyes mocsarába, és hogy ők ezt meg is szeretnék tartani, ezért nem is nagyon reklámozták ezt az egészet, inkább csak így ismerősökön keresztül húzogatták be az értelmesebb embereket. Egyébként ők Fekete Fórum tagok voltak, csak egyszer talán valaki a Fekete Fórum üzemeltetői közül mondta nekik, hogy mert mindig valamit szerettek volna, hogy ez így működjön, az úgy működjön, amaz, hogy lenne jobb. Tehát, hogy így szerették volna használni a fórumot, és akkor valaki mondta nekik, hogy hát ha ennyi problémátok van, miért nem csináltok magatoknak egyet? Megnézték az ecigiforum.hu doménnevet, szabad volt, beregisztrálták és megcsinálták a fórumot. Tehát nagyjából ennyi a történet. Jópofa kedves emberek, minden nap hangoutolnak egyébként. Most ott tartunk, hogy az egyik hangoutra behívnak, és pont így a liquid keverés meg a egyebek kapcsán beszélgetünk egy jót. Úgyhogy ennyi volt a történet, tehát nem volt semmi rossz, sőt, hát mind a négyen tagjai egyébként a Facebook csoportnak, az ecigi teszteknek is, és a podcast csoportnak is, és hallgatják a podcastet, és szeretnek amúgy minket. Tudod, de csak semmi buzulás. és ennyi, tehát egy jó másfél órát beszélgettünk, és azért hívott föl engem, és nem téged, mert az én telefonszámom volt meg neki. Igen, ennek örülök egyébként. Úgyhogy ennyi a történet. Már nem annak, hanem hogy tehát, így is hív elég, senkit nem akarok megsérteni, hív elég sok őrült. Nem jó, tehát nem jó, hogyha az én számom publikus. Nem, ez így pont jó. Egyébként én ezért szeretem nagyon a csetet, tehát én sem szeretem a lassú kommunikációt, de meg lehet keresni, mindenkinek vissza szoktam írni egyébként. Most egy kicsit nagyobb a delay, benne van az, hogy egy-két nap, de általában tényleg ilyen egy-két órán belül szoktam válaszolni. Ha meg nem írnak, akkor erre nem tudok mit mondani, Fifika. Tehát te tudod a legjobban, hogy én senkinek nem haraptam le még sem a péniszét, sem a fejét, úgyhogy, de csak semmi buzulás. Így van. Engem elért. Tényleg beszélgettünk egy jót. Tehát én abszolút megértettem, meg szerintem, amit pont ezzel kapcsolatban leírtam, az teljesen ezt a szituációt valószínűsítette, tehát engem soha nem érdekelt, hogy a valakim valakiének mi a véleménye valakiről. Az a lényeg, hogy nekem mi a véleményem róla, és így nem szoktam a mások véleményét a magamévá tenni úgy, hogy nem adok valakinek egy esélyt, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét. Tehát ez egy ilyen szar szokás, tudom, és baromi sokszor futok jégre vele, de mindenkinek van egy esélye. Én ezt a nézetet vallom. Kivéve Krisztiánnak. Aki már annyiszor késett, hogy borzasztó. Nem? Csak vicceltem. Neki a késés az nem esély, hanem életmód. Van nekem is sajnos ilyen kollégám. Egy pár. Tehát aki ezt nem gyomor idegként éli meg, hanem egy állapotként, hogy ilyen vagyok. 10 éve. Gyerekek, nem volt még időtök megszokni. Na mindegy. Ja. Hát persze, jó lehet az ilyen, csak tehát az ilyenekre keményen oda kell baszni, én azt mondom. Tehát, hogyha ez olyan, mint hogyha érted, most az én oldalamra regisztrálhatnak emberek be, és valaki beregisztrálna, mondjuk legyen a e-hümér, és utána elkezdne írogatni, hogy gyertek ide, mert ott nincsenek olyan lógózacskójú, puhatökű palik, mint egyébként azok meg azok, és akkor mivel te beírsz valahova egy oldal nevében, ezért téged az oldallal és a többi oldalt kezelővel mosnak össze. És ez csak két embernek, vagy két oldalnak nem jó, az oldalnak, meg az oldal valódi kezelőinek. Tehát ez egy ilyen ártány dolog. Ez olyan, mintha én most beírogatnám, hogy mit tudom is én, gyertek a Blösz oldalán vegyetek, mert itt nem olyan elbaszott likvideket árulnak, mint a kistücsök Vaper klubban, meg a faszom tudja, hogy hol. És azt hinnék az emberek, hogy én az alkalmazottja vagyok a cégnek, vagy van valami kapcsolatom a céggel, érdekeltségem, anyagi, vagy bármi más, és utána leszűri azt a konzekvenciát, hogy ó, de paraszt, bazd meg ez az oldal, mert hogy ilyeneket írnak róla. Közben nem, egy tök vadidegen ember ír esetleg rossz indulatból. Hát, de ezért mondom, tehát nem kell ezeket a témákat szégyelni, meg konfrontációtól fél. Azért, ki kell mondani. Én nem az voltam, be kell írni. Azért van az a rohadt csoport. Az ilyen értelmes... Figyelj, én visszanéztem utána a kép alatt a beszélgetést. És szegény több helyre beír, csak valakinek a kommentje alá tette be, és aztán a végén már azt hiszem, hogy így kívül is lehet, te se nyitod le végig a XY hozzászólásának hozzászólását. Arról, csak ne kommentel, de viszont, bocsánat, viszont én beteggeltem rajta, és nekem meg nem válaszolt. Az volt a fura. Mindegy. Ha akar, megkeres. Ennyi. Ja. Metal Villa. És Metal Villa. Ezzel is azt akarjuk hangsúlyozni, hogy mindenki kapirgáljon a saját házatáján. Ha nem tetszik, meg lehet csinálni jobban, és jobban, pont. Bármit az életben. Egy fórumot is, az sem pótolhatatlan, sőt, a podcast sem pótolhatatlan, sőt, a review-k sem pótolhatatlanok, sőt, semmi nem pótolhatatlan. Semmi nem pótolhatatlan, így van. Csak az én málnám pótolhatatlan. De hát ezt föl kell dolgozni a világnak, hogy ez van. Ja. De hát faszok mindenhol vannak, Charlie. Ó, görögben mekkora faszok vannak. Fifika, ez, hogyha ezt az átkötés minőségi skálán lehetne osztályozni, ez most a kettőnk kohéziója egy ilyen 10-ből 11-es, 15-ös átkötés lenne. Na, minimum. Na, ennyi. Kicsit bajban vagyok, mert én a jó Farsalinos professzornak az oldalán olvastam, eredeti nyelven, és úgy kezdődik a domén, hogy diavgeia.gov.gr. Ott már a betűkkel vannak gondok, tehát mert egy csomó olyan van, amit még életemben nem láttam. Na mindegy, ezen megpróbáltam túllendülni, és bedobtam a Google-nek a fordítójába, ami valahogy megbirkózott vele. Nem sokkal jobb az angol sem, mint a magyar, de kitettem június 1-én az ecigi tesztek oldalra, hogy ha mi azt hisszük, hogy baromi szar helyzetben vagyunk, akkor csak menjünk el Görögországba, és próbáljunk ott élni. Tehát, amikor azt mondják a görög hatóságok, hogy megtiltjuk az elektronikus, ezek valahonnan tanulják ezt, elektronikus cigaretták nikotin nélküli értékesítését, és csak a nikotinos folyadékok értékesítését teszi lehetővé, zárójel az európai jogszabályok miatt, ez egy olyan... Tudod, így ülök az asztalot, és így... Már pedig itt nem lesz nikotinmentes, bassz meg! Itt csak nikotinos lesz, mert az EU-ba úgy lett, és így... És mi van azzal, aki le akar szokni? És már nikotinos se akar szívni. Akkor az ne szívjon semmit! És most levertem valamit. Tehát ez a vagy szívjál nikotinmentest, vagy szívjál nikotinost, vagy tudod mit? Akkor szívjál cigarettát! Ez körülbelül az. Tehát, hogyha neked már nem kell a nikotin, és nullás folyadékot használnál, olyan nincs. Hát Görögországban nincs. Te a jogszabályt raktad be? Bocsánat, várjál, még annyi. Farsalinos még annyit tett hozzá, hogy őszintén szólva nem tudom, hogy azok, akik eldöntették ezt, megértették-e, mit döntöttek. Valóban. Szerintem ez olyan, mint mikor azt hitték, hogy nálunk az ízesítést, ha kiveszik az elektromos cigaretta folyadékból, akkor olyan íze lesz, mint hogy a cigarettát szívná. Mint a cigarettának, igen. Fifika, kérdeztél az előbb valamit? Nem tudom, bazd meg. Tehát olyan betűk vannak itt, mondom, hogy nem ismerem. Tehát én decemberben voltam kint Görögországban egy ilyen félig meddig e-cigarettával is foglalkozó kiállításon, és tehát ott Görögországban nekem már az étlapot elolvasni kihívásnak tűnt, érted? Tehát, hogy megyünk, mi van így, nézed a betűket, és nem érted, pedig hát ismerősek, mert van T betű, meg O, meg U, meg P, meg Y, érted? Sehogy nem akar összeállni. A betűkből én kicsit, tehát most láttam egy olyat, mint a Cyril ABC-ben az F, meg ott előtte valamit, meg egy alfát látok, ez tök jött, tehát, hogy a matekból beugrik. De nekem ez félúton van Izrael felé, félúton meg Oroszország felé, hogy így összemosódik a két fontkészlet, és tényleg semmit nem értek belőle. Az a baj, hogy ezt most így hirtelen meg se tudom bármivel fordítatni, mert ez egy PDF. Tehát én csak azt tudtam elolvasni, amit jó, hát hogy most így üzével kommandával kirakom vágólapra, és beteszem a Translate-ben, mindjárt kitaláljuk, hogy... Én betettem, ne csinál. Igen, de hát csak egy darabig vele? Fordít. Egy darabig fordít csak a Google, de ez az EU-s törvénykezésnek a görög fordítása gyakorlatilag, és... Én nem tudom, hogy... Hát azt írja Farsalinos, hogy maga a döntés a negyedik oldalon van. Ez, amit ő leírt. Aha. Várj, mert 10-ig lehúztam, de mondom, hogy fordítja egyébként a Google aránylag normálisan, tehát nincsen vele probléma, csak nem fordít ilyen sokat, mint amit... betettem. Azt mondja, hogy V és fordítás. Az egyadagos tasakok vagy porózus tasakok, mint az orális termékek, ahogy kifejezetten kimondják, azokat a törvény meg is határozza. Itt a kommentben megtaláltam egyébként, hogy mert valaki itt írta neki, és hála Isten, mert láttam, hogy itt kommentelnek neki ugyanilyen betűkkel, de van itt egy olyan fontkészlet, amit megismerek, és azt mondja a mókus, hogy remélem, hogy most vicces, Doki, és Farsalinos azt írta vissza, hogy ugye 2008-ban volt egy törvény, ami tiltotta az elektromos cigarettákat, de ez csak egészen addig, amíg az egészségügyi minisztérium nem dolgozza ki a megfelelő szabványokat. A törvényt soha nem léptették életbe, nem hajtották végre, a szabványokat soha nem fejlesztették, most visszaállítják a törvényt, de kizárják a nikotintartalmú cigarettákat. Mert mert a TPD-t szabályozzák, tehát igen. Ő nem azt mondja, hogy sad but true, hanem crazy but true, tehát ez őrület, de igaz. Ez Görögország. Tehát mikor azt hiszed, hogy itthon szar a helyzet? Nem. Mm. Tehát nem a Google Translate által kidobott szöveget mondom, mert ez teljesen értelmetlen, de nagyjából ez az a lényeg, hogy csak a fent említett termékek esetében újratöltő tartályok, illetve más termékek, melyek az elektromos vagy elektronikus cigarettához tartoznak, és magukban foglalják a nikotint. Ezért nem tehát nem kell engedélyezni, vagy nem szabad engedélyezni a nem nikotinos elektromos cigaretták szabadon való forgalmazását, mert ezek nem felelnek meg a törvényi követelményeknek. Kommentelt a dokihoz még egy ember, és ebben van ám, ez mintha magyar lenne. Ő megoldotta ezt. Azt mondja, semmi más nem kell tenni, csak 0,000000001 ezrelék nikotint hozzáadni egy üveg végéhez. És milyen igaza van! És milyen minden igaza van. Jó. Azt mondja, még több értelmetlen szabályt kérünk az elefántcsontoronyból. Hát igen. De van benne valami, ha belegondolsz. Ötletes. Erről többször is beszéltünk már, hogy a szabályozás hiánya is baj. És most jelen pillanatban az egész Európai Unióban a nikotinmentesekre nincsen semmilyen szabályozás vagy bejelentési kötelezettség. És ez engem, meg kell, hogy mondjam, bizonyos szempontból, főleg fogyasztóvédelmi szempontok mentén aggaszt. Nem tudom, te ezt hogy látod, de engem ez aggaszt. Ez ugyanaz, mint nálunk halványpepitában, csak mi lenne, ha ezt a két oldalt tovább gondoltam fejbe, összeeresztenéd a mi Gusztávunkat, meg Ildikót, meg az Isten... Jaj, de szép lenne! Összeeresztenéd a görögökkel, akik azt mondják, hogy itt nullás nem lehet. Ildikó meg azt mondja, hogy a glicerin végbélbe való. Gusztáv azt mondja, hogy itt a nikotinos, csak a dohánytermék. És így, te figyelj már, pont az ellenkezőjét mondják, mint mi. Mi az Isten van? Ki az, aki hülye? Ők. Nem. Ők. Na, padhelyzet lenne, de visszanyúlunk egy 10 éves törvényhez, ami még akkor, tudod, ilyen valakinek kipattant a fejéből, és akkor milyen állapotok, ura, 2008-ban, hát mit tudtunk még az elektromos cigarettáról? Meg hát mi volt az még? Egy kibaszott vadnyugat, egy western, egy westworld. Igen, akkor igen, írták a szabályokat, Honlik és a többiek. Ugye a levesekkel már is foglalkozzunk. De azt tudatosítsuk megint az emberekbe, pont, hogy Farsalinos miatt, hogy ő is elmondta, hogy az eszetlen DL napi 1-2 akárhány deci elgőzölése, nehogy kimerje valaki jelenteni, hogy ez 95%-kal kevésbé káros, mint a hagyományos dohányzás, illetve tudni kell felismerni a határokat minden szempontból. Tehát ez az, tehát nem szabad a mérték. Hát egyik a mérték, meg ugye mindenki ezzel szeret takarózni, hogy ez annyival egészségesebb, mint... Most ezt mondtam direkt, hogy egészségesebb. De amikor hivatkozik mondjuk a Farsalinosra, vagy akármelyik vizsgálatra, aki egy olyan likvidet tesztelt, aminek mindenféle összetevője be volt vizsgálva, a vizsgálatban szerepelt, és nem volt mondjuk diacetil, acetilpropionil, és a többi, és akkor mellé rakja a saját otthon a macska alom mellett, most csak sarkítok, a macska alom mellett kavart likvidjét, amiben már elmondták az okosok is, pláne mi, ugye? Hogy nem a PG-be, meg nem a VG-be, meg nem a nikotinba lesz a nagy probléma, hogyha ez így halad előre, hanem az ízesítésben. Mert az lesz a legnagyobb és hogy mondjam neked, mozgékonyabb, vagy a nem tudom ezt szépen kifejezni, tehát az lesz az a faktor, amin a legtöbb fog múlni. Az, hogy nikotin, tök egyszerű, az, hogy glicerin, az, hogy propilenglikol, tök egyszerű. De az, hogy mi van abban az aromában, jobbik esetben csak aroma, de mondjuk esetleg, mi az Isten ez, amikor összeöntöd, extraktum, mi a, mondjad már, amit te is csak bele kell dönteni. Ja, eszencia vagy? Eszencia, tehát hogy mi van az eszenciában, na az már jóval bonyolultabb lesz. És akkor mégis egymás mellé rakják a kettőt, hogy ez az, amiről a Farsalinos beszélt. Nem, az nem az, amiről a Farsalinos beszélt, bakker. Azt nem a garázsban, félhomályban, egy dohos hordó mellett kavargatta 24 órán keresztül a mágnes babás keverőjével a PC ventilátoron nyitott állapotban egyébként. Szóval nem szabad mindig mindennel kapcsolatban ilyen megbocsátónak és hiszékenynek lenni, mert beleesünk abba a csapdába, hogy ez a, tudod, ez a kemény vonalas ecig is, mert mindig azt mondja, hogy ennyivel, mert egyszer kimondták, hogy 95%-kal kevésbé káros, és azt szajpozza évekig. Az nem baj, hogy ahhoz az ő likvidjének, az ő készülékének, az ő felhasználási szokásának köze nincs, mert az a vizsgálatban is ugye úgy szerepelt, hogy ilyen teljesítményen, ilyen nikotinerősséggel, ilyen folyadék, és köze nem volt a 15, 20, 30, 80, meg a kazánnak az oldalára, amikor rá van írva, az meg, hogy 60-tól 120, optimális 100 watt, tehát ezek nem azok a mérések voltak Farsalinoséknál, hogy ott állt a Farsalinos egy Röló RX2-vel, meg a másik kezében volt egy Snowwolf, és akkor így izzítgatták a 200 wattokkal. Nem, azok nem ilyenek voltak. És ugye meg is mondták, hogy ha jól emlékszem, akkor hol volt ott a bűvös határ? Mert ők még akkor voltban állapították meg, hogy 4 vagy 4,1 volt fölött olyan ott kemikáliák kezdődik. Szabadulhatnak föl, ami tudod, ez a nem volt benne, de most mivel ilyen magas hőfokon gyakorlatilag hőkezeled, égeted, nem izzítod, de hát baromi forró az a húzal 80 watton, olyan anyagok fognak létrejönni, ami nem tesz jót senkinek. És ezért mondom, hogy ne keverjük a szezont a fazonnal, és ne mondjuk fejetlenül, eszetlenül, hogy már pedig erről kibonták, hogy ez sokkal kevésbé, igen, az, amit akkor vizsgáltak. Ja, hát ennyit szerettem volna csak hozzáfűzni. Köszönjük szépen az értékes hozzászólásodat, leülhetsz. Amit én ezzel kapcsolatban mondani akartam, az, hogy én önmagában a folyamatot értem. Tehát ahogy mi elkezdtük, ahogy elkezdtek egyre nagyobbak lenni a készülékek, ahogy egyre inkább elkezdett a nagyobb gőz iránti igény kialakulni, és egyre, hogy is mondjam, tehát aki még emlékszik az őskorra, ott folyamatosan nekem egy T2-es tartály az úgy folyt néha orba szájba, hogy azt se tudtam, hogy melyik zsebemből, melyik zsebkendőbe pakolászom a cuccaimat, és folyamatosan likvides volt a gatyám, és úgy néztem ki, mint aki összehugyozta magát. Tehát, de tényleg, tehát azért abban az a kezdeti időszak volt az, amikor még nem tudtak olyan készülékeket gyártani, amikre tényleg azt lehetett mondani, hogy ez gondozásmentesen használható éveken keresztül. És talán ott a Hallmeiser környékén kezdődtek azok a patronok, kazánok, amik már tényleg tudták a folyásmentes biztos működést. És azért most már nézd meg, hogy hol tartunk, így ebbe az irányba elszaladt a ló. És gondolj végig, bocsánat, hogy szabadat a feled, hogy mikor találkoztál utoljára olyan témával bárhol, hogy nyár van, meleg van, folyik a tankon, vagy Télen kimentem a kocsihoz, és megfolyt a tankom, hogy mostanában ilyennel már nem találkozol. Pont azért, mert hála Istennek halad a technológia is. Igen, csak ezzel együtt belementek ebbe a csapdába, és tömegesen lehet látni, hogy emberek ízvakok, hogy nem tudják élvezni az adott likvidnek az ízeit, mert folyamatosan literszámra gyötrik bele a tüdejükbe a gőzt, és én tényleg ezt egy ilyen iszonyatos zsákutcának látom. Néha én is meghasonulok egyébként. De mondjad? Mert nincs véget, érted? Tehát mi lesz jövőre, már aromát fognak szívni. Hát a legdurvább, amit láttam, az egyik ismerősöm volt, aki itt tudom is én évek óta vásárolta tőlem az aromát és az alaplevet. És én nem gondoltam, hogy ő ezt így használja, Charlie. Fogta az 5 millis kazánt, beledöntötte az alaplevet, és így hozzányomta az aromát, és rátekertette. Mondom, te mit csinálsz? Hát azt mondja, hogy így szokta. Ő nem keveri be. Ha kicsit több kell, akkor többet nyom bele. Így mondom, hogy így érzésre, tudod, megnyomod a PET palackot, ami belemegy. Így. Hát mondom, ezt nem hiszem. Te és azt hiszed, hogyha így billegteted, akkor már össze van keverve. Na, jó, azt mondja, ő azt így szeret. Hát, mint az agresszív kismalac, tudod, kúsbazd meg, én így szállok le. Én így szállok le. Tehát én elhűltem ott helyben. Hát mondom, még egyszer én nem adok neked semmit, hogyha azt így szívod. Hát abból lesz olyan, amiben tömény aroma van. Sluk, érted? Én a készülékekkel vagyok így meghasonulva egyébként. Pont azért, mert ott van az akciós csoport, és valaki az elején még írta is, hogy de remélem nem lesz teleöntve mindenféle szarral. Na, hát akkor tegyük tisztába, csak olyan szarral lehet teleönteni, amit a kínaiak kiraknak a polcukra. Abból meg nem hoznak minden hónapban revolutionary újdonságot. A másik, hogy látom ugye, hogy kik jönnek a csoportba. Kinek kedvezzél? Annak, aki MTL használ valamit, és tudod, úgy vesz kazán, mint én, hogy 3 évente egyet, készülékből meg még kevesebbszer, vagy annak, aki szeret felhőt kreálni otthon olyan a szobája, mint a repülőgép, mikor átmegy a nagy felhők között, hogy most vagy az egyiknek teszel jót, vagy a másiknak. Én meg úgy vagyok vele, hogy tudjátok mit? Itt van, megvan mindenkinek a lehetősége, hogy válasszon, ha nem tetszik nagyon, akkor kilép a csoportból, de hát tényleg bele lehet olyan 20-30%-os kedvezményekbe futni, hogy én is elgondolkozok, hogy fú, na, ez lehet, hogy jó lenne. De látom, hogy a kínai egyfolytában küldené nekem. Tehát te borzasztó, hogy ők tudod, a marketing oldalról közelítik meg a dolgot, és már a termékfotókon is látszik, tudod, hogy nem is tudja, hogy kell használni. Mert úgy fotózza le, bazd meg egy, mi az Isten, ez tudod, a szerelő állványt, hogy így 5-10-es menettel lefele. Igen. Igen. Gondolkoztam, ez mi? És aztán még egy kép ott meg van fordítva. Tehát, hogy kit érdekel a talpa milyen? A teteje. Nem is érdekli. Tudod, ez a professional vapels. Hogy küldi nekem is a csaj, és hogy ez 238 wattos. Ó, mondom, Zsuzsika, hagyd a francba. Nem ez az lényeg. De mindegy, tehát jó, mondom, oké, beidőzítettem, kirakom, aztán jól nem rakom ki, ha olyan, de tényleg ilyen megbocsáthatatlan hülyeség. És gondolj bele, hogy amit mondjuk én kirakok a csoportba, az szerintem mondjuk a 60%-a annak, amit ő elküld nekem, mert ilyen szírszar, TFV 12, kazánbetétek, meg mit tudom is én mi, meg olyan csavarhúzó, tudod, amit még a készletbe adtak ingyen, 70 centért, hogy most akciós, na hát mondom, ne haragudj, hát ilyeneket nem rakok ki, ne bohockodjunk már. De hogy ott is melyik ujjamba harapjak? Annak, aki azt mondja, hogy ide minőségi, hát minőségi cuccokat, ha ide beraknék, senki nem venne. Nem tudom. Hogy igen. Igen. Én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, tehát én a felhőkúrást azt egy rossz szokásnak tartom, egy nagyon rossz iránynak így önmagában az egész történetet, amerre megy. És ezért örülök ennek a nikotinsós történetnek, mert ezt remélhetőleg, de hát én már azért láttam karonvarjút, de remélhetőleg nem ezekben a készülékekben fogják fogyasztani. Kifika, ilyenekben ne reménykedj, hát emlékszel? Nem reménykedj, de igen, emlékszek. 100-as nikotin. 100-as nikotin, hogy kicsuklik tőle hamarabb? Na, szóval, amíg ilyen van, addig be fogják rakni a dripperbe. De bízom benne, Charlie, tehát hát ilyen szempontból egy utoljára. Picit... Igen, tehát a Krisztián szólal meg bennem ilyenkor, érted, hogy még mindig bízom az emberekben, hogy tudnak normálisan együtt élni ezzel a dologgal. És ilyenkor mindig meg kell jegyeznünk, hogy a legnagyobb probléma az, barátom, akármennyire is fanyalogsz ezen a történeten, hogy... Ha ebbe az irányba mennek tovább a dolgok, akkor önmagát az elektromos cigarettát, mint eszközt fogjátok ellehetetleníteni, és mert az első szarvizsgálati eredményeknél, amikor már biztosan igazuk lesz, mert túlaromázott 6000 litert fogsz letolni egy nap, és ettől mondjuk tényleg tönkre megy a tüdőd, és mondjuk adott országban ez miatt majd betiltják, és mint a véres kardot fogják egész Európába hurcibálni ezeket az elmebetegeket körbe, akkor el lehet rajta gondolkozni, hogy hogyan jutottunk idáig, és miért, és hogy mi akkor is, tehát én, tudod, ez én szóltam. Tehát... Azért nem reménykednék a helyedben, mert azt most jutott csak eszembe, az adás végén lezárom a blokkot, az egész adást egy másik tegnap történt dologgal, mert ugye fejlesztői világkonferencia, WWDC, Apple Campus, lássuk, hogy mi a fejlesztés iránya, és mik az új trendek, tehát itt nem a technológiáról, tehát nem a készülékekről szól leginkább, hanem cikket olvastam róla én is, igen. De nem nézted. Tehát én az első 10 perc után kaptam agyfaszt, amikor egy 440 ezer forintos telefonnál a legnagyobb feature bazd meg, hogy most már az animált emoji, tudod, ami a fejedet... Igen. Hogy most már még a nyelvedet is érzékeli, ki tudod nyújtani, meg tudsz csinálni mimojit saját magadról, hogy a hajad hogy áll, és akkor egy olyan figurát létrehozol, mint amilyen te vagy magad, hasonlít rád, és akkor ez micsoda funny. Tehát még egyszer mondom, ez egy ilyen over 300 000-es telefonnál. Ez bazd meg feature. Meg az, és erről ment egy fél óráig a beszélgetés, hogy... De tudod mi ebbe a szomorú, Charlie, hogyha valaki vesz egy kurva Nintendo Wii-t, az ugyanezzel fog találkozni, csak ott úgy hívják, hogy mi, és meg tudod csinálni saját magadat, mint kis virtuális kis figurát. Avatárt, igen. Igen, csak az ott még jó pofa is volt, érted? Na igen, tehát csak hogy érted, tehát az ára az pozícionálná a pro, vagy majdnem pro felhasználásra, de nem a 12 éves gyerekek szintjére, hogy majd elküldöm az egyik ügyfélnek, hogy ilyen kaki fejjel beszélek, hogy ezt elszartad. Szóval igen. Nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a BlackBerry fejlesztőknek soha nem jutott volna eszébe ilyen baromság. Vérzik a szívem a BlackBerryért. Tehát, hogy azt is, hogy le kellett menni kutyába az Androiddal kapcsolatban is, hogy egyáltalán piacon tudjanak maradni. Borzasztóan vérzik a szívem. De hogy még egy apró visszacsatolás a tegnapi napra, illetve 2. Az egyik, hogy mikor azt featureként eladjuk, az meg, hogy dark mode, azért az már valami, mi? És az mit akar, hogy dark mode? A dark mode, hogy tudod, ez a éjjel ne bassza ki a szemed a világos szürke ablak, hanem sötét szürke a keret. Tehát nem egy design elemet bazd meg eladunk. Meg hogy tök jó, hogy most már fitness közben csak így az órádat oda tartod a géphez, és akkor szinkronizálja az adatokat. Megkérdeztem a haveromat, te figyelj már, és szerinted azok a gépek, eddig amik mit nem is, amik, hát eddig ugye voltak olyan, a Polárnak van olyan pulzusmérős órája, amit össze lehet kábellel kötni ezekkel a fitness gépekkel, tudod, a evezőpart, bicikli meg. Igen, de össze kellett kötni. Na most az órát csak oda teszed, és megkérdeztem így költőjen, hogy te figyelj már, és szerinted ezek a gépek ezt tudják? Mert hogy ideig ilyen nem volt. És akkor most mi lesz, hogy bemegyek a fitness terembe, hogy szia, van egy ilyen órám, de nem tudja a gépetek. Ó, persze, uram, mind a 40-et kicseréljük. Nem gondolod komolyan. Szóval tegnap nem, ezt nem szabad így mondani, hogy végérvényesen megvárom én ezt az iOS 12-t, de eldöntöttem. Az már nagyon nagy baj, fifika, mikor én a Mi 8-at nézegetem. Ott már bajok vannak. Na most tényleg csak így azokhoz kiegészítésképp, amit mondtál, hogy valamiért pont a Mi 8 bejelentése is mostanság 31-én volt. Jött meg, igen, és nem tudom, nézted-e az eseményt, illetve, hogy milyen funny dolgok lesznek a Mi 8-ba, és van valami független kameratesztelő cég. Arról te tudsz? Nem tudom, ezen a részén vagy átsiklottam, vagy nem is találkoztam vele. Van valami független kameratesztelő cég, amely a mobil kamerákat teszteli, tehát az új mobiloknak a kameráit valami méréssor alapján teszteli, és képzeld el, hogy a Mi 8 kamerája megverte az iPhone X kameráját, amit addig a legjobbnak kiáltottak ki, sőt, még a Samsung 9-est is megverte minőségbe. Olyat láttam, amiben a Samu 9 Plus volt, a P20 Pro, meg még 2-3 androidos, összesen 4 telefonkameráját tesztelték, és hiába van a P20 Pro-ban 3 kamera, meg az anyám kínja, a 9 Plus-t hozta ki győztesnek. Aha. És utána jött a P20 Pro. Mindegy, az egy ilyen érdekes dolog volt, és ugye ezzel együtt debütált a 9-es MIUI rendszer is, és kihagyták a 7-es Xiaomi-t, tehát így puf, átugratták a picsába. Volt 6-os és 8-as lett, tehát ennyi a történet. Igen. A legdrágább Mi 8-as yuanból átszámolva 140 000 forint. Én 156-ra számoltam, de ez lehet, hogy csak az árfolyam különbözet miatt volt. Az, teljesen hátulja, lényegtelen, ebbe az ársávba mozog. Az a hátulja olyan átlátszó burkolat, és bár ez is rumor szinten, de épp ma olvastam, hogy gyerekek nem eszik azért olyan forrónak ását, az a snappy, már hogy a processzor, az a Snapdragon, az nem akkora, nem úgy néz ki, meg egyébként, ha ott van és úgy látszik, akkor nincs hűtése. Tehát lehet, hogy egy iszonyat nagy parasztvakítás egyébként, hogy az átlátszó burkolatház mögött ott a processzor, a lelke, a szíve, ami dolgozik, de abban van, azt hiszem, hogy a nagyobb ROM, mert azt hiszem, hogy az 6 vagy 8 giga, azt meg embertelen, meg a nagyobb háttértár, és hogy igen. És most bruttóárról beszéltünk, tehát 150. És akkor így mellé rakom, hogy... Igen. Figyelj már, azt jól emlékszem, hogy ebben viszont már kijelző alatt levő új lenyomatolvasó van? Tehát amiről te beszélsz, az valami ilyen... a sima Mi 8-nak valami ilyen tupírozott verziója, és valami edition, és igen belerakták a... Aha. Na, mert az az igazság, hogy voltak fenntartásaim ezzel kapcsolatban, és nem tudom, szoktad-e nézni a Marcus Brownlee csatornáját, ez egy színesbőrű srác, nem sokan végül is, azt hiszem, hogy valami 4 vagy 7 millióan vannak feliratkozva rá, nem tudom. Ő egyébként a legeslegutolsó telefontesztet is Red 8K-ban rögzíti, nem viccelünk, 8K-ban rögzít mindent. Elrakja, ha bármikor jó lehet, az újra előveszi. Vagy ha fölmész a csatornájára, akkor tudod, a legördülő sávban, ha esetleg a gépedet le akarod fagyasztani, akkor rárakod a felbontást, és puk, vége. Na mindegy. Szavasz. Fölrakta a... Van egy Inglass Fingerprint Sensor Testing the Limits nevezetű videója, és nem is ez a gyártó egyébként. Nem tudom, hogy... Várjál, itt írja? Nem tudom, hirtelen. Az a lényeg, hogy kipróbálta a szenzort, és ugyanazok a gyerekbetegségei vannak egyébként, mint a, mondjuk az iPhone-nak az új lenyomatolvasója volt. Tehát kipróbálta vizes ujjal. Nem működik, milyen meglepő. Nem működik. Mert ő alulról kibocsát valami szemmel nem látható fényt, ami a bőrödről visszaverődik, és ő azt érzékeli. És kipróbálta vízzel, aztán tabaszkó szósszal, mert ugye amikor eszel a haverokkal, ez tényleg életszerű, hogy eszel, és akkor kajás ujjal oldanád föl. És utána jöttek egy kicsit fájdalmasabb dolgok, mert ugye megtörli, működik, tök fasza. Na, azt mondja, nézzük meg, mi van, hogyha nem 2 másodperces a telefon, hanem zsebedbe van kulcs mellett, és mikor látom a snitzert, tudod, és így közelít a telefonhoz, és hallod azt a hangot, hogy az új lenyomatérzékelő részén, mert nem az egész kijelző, hanem csak egy adott pont, de ott egy ilyen virtuális kis új lenyomat, hogy oda rakjad az ujjad. Tök jó. És olvassa. Oké, akkor egy kicsit többet volt a zsebünkben, nem vigyázunk rá, még jobban megkaparja. Olvassa. Azt mondja, velem nem fog kibaszni, bazd meg, és elővesz, tudod, mint amit a csiszológépek, tudod, ez a végtelenített szalag egy ilyen kézigépbe. Jöhet, elővesz, megfogja, és így 2-szer végig tolja a kijelzőn, így hallod, ahogy beleharab az meg az üvegbe. Rárakja az ujját, olvassa. Jó, azt mondja, nem adjuk föl, adjál még egy, elkopott a papír, fogott egy másikat, addig csiszatolta, tudod, mikor már anyámnak volt ilyen telefonja, hogy így az egész így, mint hogyha tudod, ez a nagyon fancy mat lenne a kijelző, hogy ez a tükröződés visszgátós, semmit nem látsz már a kijelzőből, olyan mat, rárakja az ujját, olvassa. Na, ennyi, ez kell. Ez kell. Mondta is, ez lesz a technológia. Emlékezzünk vissza, hogy milyen lassú volt az első új lenyomatolvasó, és most hol tart. Tehát nem tudok úgy hozzáérni a feloldáshoz, hogy csak meg akarom nézni az időt, és már feloldotta az iPhone. Tehát itt is ez lesz, és ezért néztem. Xiaomi is ilyen egyébként, tehát hogy oda teszed, és már feloldotta. Tehát ezek most már nagyon jól működnek. Pont ezt mondtam a felhőnek, hogy most jön az a pillanat, hogy komolyan elgondolkozom, hogy értem én, hogy itt szimbiózis van ebben a lakásban, itt nincsen PC meg anyám kínja, de hogy 430 000 forint, most fogom megbüntetni az Apple-t, hogy nem veszek ilyen telefont. Miért vennék, ha megvehetem mondjuk a Samsungot, megvehetem mondjuk 3 ér, vagy megvehetem a Xiaomi-t 150 ér, a harmadáért. Azért az nem mindegy. A kollégám most váltott épp, ő vett egy Mi 6-ot, most váltott, és így egy hónap után kérdeztem, hogy mondjál már valamit, hogy hiányzik-e valami. Hú, azt mondja, a 3. nap tudtam volna mondani, de most már nem tudok semmit se. Azt mondja, egyszerűen semmi nem hiányzik. Én megmondom a frankót, mert ugye én azért viszonylag sokszor cserélgetem a telefonokat, nem azért, mert sok pénzem van, hanem mert olyan cégnél dolgozom. Hogy az utolsó 1,5 évben, pont volt a bevezetése miatt, azt csak a Samsung tudta, azzal teszteltük 1,5 évig. És valahogy nem mentem vissza. Utána el is adtam az iPhone-t, hogy majd veszek újat, nem vettem, mert nem győzött meg, és most visszaköltöztem egy 6S pluszra, ami nem is kicsi sehogy, és mégis hiányoztak azok a funkciók. Úgyhogy mindenki levonhatja a konzekvenciát, tényleg olyat vesz, amit akar, de ez van. Mondjuk ehhez az Apple mindig is értett, hogy bármit eladjon feature-nek, csak a copy-paste kifejezést szeretném ilyenkor az összes Apple fan óra alá dörgölni. Hát az még másfél év alatt. Tehát, na, ennyi. Jó, ha ennyi, akkor én meg azt mondom, hogy húzzuk be a riglit, mert még süt a nap, nekem húzzuk. El kell mennem vásárolni holnapra. Megjött a drága feleségem, most zárta be maga után az ajtót, úgyhogy neked jó nyaralás, sok locsolót. Jövő héten nem a szokásos ütemben jelentkezünk, mert jövő héten már csapatjuk Varsó felé, úgyhogy szerintem a kocsiból csinálunk majd sok-sok live-ot, vagy mindegy, ezt még majd megbeszéljük addig, hogy mi lesz, hogy lesz. Majd kiírjuk, és jövő héten készítsd a podba való nikotinsós levesedet. Addig is, szevasz! Hát egy élmény volt ismét, és sziasztok!